és a szegény ember. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy szegény ember, aki elment az erdő szélére szántani. Hallottam, hogy valami recsegni kezdett az erdőbe. Oda szaladt, s nézte, hogy egy medve nyulat fogott. Nagyot kacagott erre az ember. Ekkor a medve a nyulat félredobta, s odament az emberhez. Azt mondta a medve. Kikacagtál, ezért megeszlek! Az ember könyörgőre fogta. Ne egyél meg, kérlek, hadd szántsam be ezt a kis földet, hogy legyen mit a gyerekeimnek enni. A medve beleegyezett, de nem ment messzire. Az ember megszántotta a földet, majd búslakodva leült az ekére. Oda ment a róka, és azt kérdezte. Mit búsulsz, te ember? Azt, hogy a medve mindjárt jön és megesz engem, mert kikacagtam. Ja, csak ez ennyi a baj. Na megállj, majd én segítek. Mit fizetsz nekem? Amit kérsz, mondta az ember. 6 tyúkért és 1 kakasért segítek, hogy a medve meg ne egyen. Legyen, felelt erre a szegény ember. Mit csináljak? Én tovább megyek, és amikor a medve jön, elkezdek kürtölni. Mondd akkor a medvének, szaladj valamerre, szaladj valamerre, mert jönnek a vadászok, és meglőnek. Úgy is lett. A róka tovább ment, és amikor meglátta, hogy a medve megindul az ember felé, elkezdett kürtölni. Erre azt mondja az ember a medvének, szaladj innen gyorsan, szaladj, mert jönnek a vadászok, és itt helyben lelőnek. A medve megijedt, és elszaladt. Az ember ismét nagyot kacagott, és így szólt a rókának. Na, este gyere a házamhoz, s megadom, amivel tartozom. Amikor este a gyermekeket az ágy alá bújtatta, azt mondta nekik a szegény ember. Jó, keményen ugassatok, ha róka érkezik. És amikor az állat a kunyhó előtt volt, a gyerekek elkezdtek ugatni. Kérdezte a róka, mi ez a hang, ki van bent? A vadászok kutyái bent tanyáznak a viskóba, felelte a szegény ember. Most se az ajtón nem tudom kinyitni, se az ablakot, szaladj innen, mert ha kinyitom valamelyiket, összetépnek. A róka elfutott, így az embernek az élete, a tyúkjai is megmaradtak, és azóta is békességben éldegél, ha csak meg nem halt.